Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz! Akkor csatlakozz be és hozzák a Parallaxisba! Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 16 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Retrozabálók, az MD Media Multidéző podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis Retroverzumban, ez itt a Retrozabáló 9. Retrozaba részre, a mikrofonnál gizurgergő Gergő. Szeretnének megkérni benneteket, illetve csak javasolni egy lehetőséget, hogy ha van kedvetek támogatni minket, ezt megtehetitek, megtehetitek a patreon.com per Parallaxis oldalon, melynek köszönhetően hozzájárultok a műsoraink elkészüléséhez, illetve exkluzív továbbá premier előtti tartalmakhoz is hozzájuthattok. Mai témánk az ételek, a menzakoszt és minden, ami kaja a 90-es évekből. Csapjunk is bele, üdvözlöm két állandó beszélgetőtársamat, akik már biztos nagyon éhesek arra, hogy beszéljünk erről. Elsőként köszöntöm Farkas Katalin Milát, szia Mila! Sziasztok! És persze itt van velünk Magyarósi István, szia István! Sziasztok! Mindannyian éltünk a 90-es években a magunk módján, és hát nyilvánvalóan ettetek is, tehát, hogy különben nem lennétek itt. És gondolom, hogy nem fényevők vagytok. Ennél szarabb felkóf soha nem volt. És... mindannyian ettünk, és mindannyian éltünk. Tehát, hogy ez egy jó... Nem, hát ez, ezek az exakt tények megállítása. Van -e emléketek bármi, ami, ami, ami klasszikus gyerekkorotok étkezése, akár családi, nagymama, nagypapa, kereszt, mit tudom én mit, tehát, hogy, hogy, ami, ami úgy tényleg úgy akkoriban volt, megfogott emlék, és ma már lehet, hogy talán nincs is. Nálam például megvan. Húsleves, tehát vasárnapi ebéd az mindig kötelezően húsleves, krumpli rántott hús. Tehát, hogy ez volt, és ez még sokszor ma is van. Tehát, hogy ez a szép benne, hogy ezt még sokszor ma is kultiváljuk. Ez nálunk is így volt egyébként. Tehát viccen kívül ma is meg szokott történni, hogy családdal leszem akkor húsleves és, és törött krumpli esetleg is. Ez abszolút a hungarikó, mert ez nálunk is. Tehát Teljesen. Csak ez az a nagy kérdés, hogy, például te, te is, ti is már például ez hol? Tehát, te ezt gyerekkorodban hol volt ez a, ez a, ez a hamit? Vasarnap, tehát ki csinálta? Otthon? Vagy nagyszülő? Ja, persze. Nem, 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 nem otthon. Tehát ez, ez jellemzően otthon volt, tehát édesanyám uh -huh. volt, aki, aki, tehát hogyha hármasban papa, mama és a gyerek csináltuk, akkor is ez volt, de hogyha a nagyszülőkhöz mentünk látogatóba, ott is ugyanez a felállás volt, és még most is előfordul, hogy például édesanyám, aki már 70 fölött van, de hogyha éppen úgy van, akkor csinál ilyet, és akkor az unokáknak szól, hogy akkor, akkor lehet jönni, mert van krumpir-rántott hús, tehát hogy ő ezt még most is szereti csinálni, de uh, mi kevésbé például, tehát a párom, ami már azért ez a nagyon ritka az, hogy ez a krumplipürés és, és rántott húst mi ezzel így be, de a húsleves az, az, az minden második, harmadik hétvégén továbbra is megvan. Tehát, hogy ritkább volt az, hogy étterembe csináltunk volna ilyet, de még ott is előfordult. Tehát, hogy volt, vannak ilyen emlékeim gyerekkoromból, hogy egy ilyen vasárnap délben nyár egy ilyen teraszos étterem, és akkor megfizethető volt még, mondjuk ez inkább a 80-as évek vége volt, mert hogy a 90-es év ott is, mint ott át Romániába is, mint itt Magyarországon, és ott elszabadult egy idő után 90 akárhányban egy kicsit az infláció, is már nem volt annyira ez könnyen abszolválható. De ugye a 80-as évek végén ezt ez minden további nélkül meg lehetett csinálni, hogy lement a család, és akkor beült egy, egy ilyen vasárnapi ebédre, leves másodikra. De leginkább otthon. Hát nekünk a nagynénémhez jártunk át egyébként karácsonykor, náluk, náluk tartottunk egy ilyen Ebédet, vacsorát, attól függő szokott, ő volt ilyen nagy sütős, főzős típus, de ez úgy nézett ki, hogy én a szüleimmel átmentem, ugye nekem nincs testvérem. Átmentünk hárman, és akkor nála töltöttük a, a, a Szentestét. Ö, igazából elég nagy a családunk, de így nem járunk össze. Tehát, hogy ö, én a nagynénénénél töltöttem nagy részt az ilyen, ilyen ünnepeket, meg húsvétkor is ö, átmentünk sokszor. Ugye mindenféle ilyen főtojásos kajákat ettünk, meg egyéb ilyen szószokkal. Tényleg majonézes krumpli, nem tudom, az nálatok így, így volt-e valami. Fasírtal. Aha, fasírtal például, vagy nálunk irántott szelettel is szokott néha lenni. Aztán nekem a nagyszüleim azok nem éltek már, mikor megszülettem, illetve az egyik őjük él, de ő is már kicsit így demens volt, amire én megszülettem, úgyhogy igazából nekem nincsenek meg ezek a nagymamánál jó nagy kajálások feeling ezt nagyon sokan szeretik mesélni, ebből rettenetesen kimaradtam. Amúgy nagyon sajnálom. Nem akarom fájdítani a szívedet, de ami, ég... tehát, hogy azért, azért, nagyon sokat vesztettél azzal. Tudom, tudom, abszolút tudom. Ez nekem úgy nézett ki, hogy volt nagyon sok azért, tehát hogy voltak jó barátaim, nem sok, de ők nagyon közébarátaim barátaim voltak, és akkor nekünk megvoltak ezek a tipikus, hogy átjárunk egymáshoz feelingek, és, és akkor volt, hogy átlogtam egy, egy vasárnapi ebédre hozzájuk, és akkor ott a Na, mit tudom, én voltam -e barátnőm, aki ugyanabban a házban lakott, mint én a nagymamája, és ő néha átjött hozzá, és amikor ő átjött, átjött a nagymájához, akkor én is átloptam, Akkor Kölcsön nagymama akkor így... volt Igen, kölcsön nagymamáztam, nagyon sok barátomnál, tehát én ilyeneket toltam. És akkor ott, ott, ott ettem, vagy nem tudom, ittem ezeket a. Fú, nem tudom, most kicsit eltérek az eredeti tártól, de hogy voltak ezek a teák, amik ilyen. Ilyen, ilyen, po, ilyen nem portel volt, instant. hanem ilyen kis szemekből Hát kicsit ilyen instantel volt, igen, és akkor azokat toltuk, úgyhogy azt nagyon szerettem gyerekként így szomszédba. Úgyhogy én, én ezt így oldottam meg, úgy átlógtam is <laughs> másoknál, de igen, hiányzik, hogy, hogy nincs olyan nagyim, aki tolta volna belém az extrém, mindenféle nagy vacsorákat, meg ebédeket vasárnap. Hát az a klasszikus, amikor nem tudsz úgy felmenni oda, nem tudsz úgy jönni hozzá, hogy ne legyen valami, tehát, hogy csak egy falatot egyél, és akkor oda teszi a fél disznót, tehát, hogy olyan, 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 nincs, hogy te ugye, hát sajnos nekem is, már nincsen sajnos nekem is régóta nagy de emlékszem, hogy bármikor úgy volt, mindig volt valami. Tehát olyan nincs, hogy nincs. És ugye mi ott, ott, mi ott rendszeresen ezt a húsleves rántott húst, tehát az állandó vasárnapi sztori. Úgyhogy az én anyám ilyen szempontból szerencsés volt, mert ő megúszta a rántott hús készítést, mert a nagyanyám megcsinálta helyette mindig vasárnaponként, és akkor neki nem kellett, mert most hétközben minek úgy megyünk vasárnap. Megnálunk nálunk nagy, nagy főzőcskézős volt a szomszédnéni, akivel is szegről végről, de nagyon távoli, ide rokonok vagyunk egyébként, és ő náluk a folyton vendégség volt, úgyhogy egyfolytában sütött főzött a szomszéd néni, és onnan mindenféle, ú, izé, figyú, csináltam, és sokkal több maradt, úgyhogy nem kértek egy kis, nem tudom, sóspálcikát, ilyen olyan lekvárosról vagy bármi kókuszkocka, nem tudom, az mindig, mindig csúran cseppent így a szomszédból. Úgyhogy mielőtt még, miért még, miért visszamegy, rámenjünk ezekre, menza. Ugye a klasszikus menza, tehát ez a mai napig egy... bárma már a mai értelmében a menza már nem ugyanaz, mert ugye ma most már itt, tehát is ugye a suliba már ez a, reform bigyók vannak, meg már ott is ilyen teljes kérlésű, meg száll, már kicsit megváltozott. Akartam ugye... kérni, hogy mondjál, hogy mik vannak most, már én rég jártam suliban, nem tudom, hogy miket, mit, most. Hát én, én semmit, mert én ott nem eszem. Te semmit, nem, nem, én, aha. én ott nem eszem, de ha szeretnéd egy étlapot, majd mondok neked, miközben vagy előtte ti jártatok egy gyerekként menzán, tehát be, be voltatok-e fizetve, ugye, ahogy szokták volt mondani? Meséltek egy kicsit a menza élményetekről, a kajáról, mindenféléről, hogy hogy volt ez? Én igen, én be voltam. István, te be voltál? Vagy nem tudok, az hogy volt? Nem is létezett ilyen, hogy menza. Tehát én először 94-ben, 5-ben, mikor gimibe kerültem, ott szembesültem az, hogy létezik ez a fogalom, hogy menza, iskolai étkeztetés. És ott is csak azért, mert <coughs> pont egy olyan gimibe jártam, ahol voltak, tehát aminek volt bentlakása, és csak a bent volt lehetősége ott a menzán étkezni. De azon kívül nem volt ismeretes, volt a, mindenki vitte otthonról tulajdonképpen a kaját magának, hogyha nem akart élni, és ennyi. Tehát egy, egy elsőtől egészen nyolcadikig még csak büfése volt, tehát azt tudom mondani, hogy lett volna büfé, ahonnan lett volna bármit venni. Majd a gimiben már volt büfé lehetőség, de ott is jellemző. Tehát én úgy, úgy toltam végig nagyjából a 12 évnyi iskolát, hogy minden nap ugyanaz volt a menő. vajas és néha Párizs is. Szendvics. Nem ettél meleg ételt, akkor általános iskolásként nem. úgy effektíve. Nem. nem. Az első menza, egy igazi menzás élmény, ami volt, az amikor egyetemre jártam. Tehát ott volt, ott volt lehetőség, és akkor ott tényleg volt az egyetemnek egy menzája, volt pár, be tudtál menni, ha éppen úgy volt az ízés, bárki vehetett, tehát nem kellett előre befizetni, meg nem Az, az már nem az az igazi Ézménye, menza. Hanem a... Nem, persze, utoljára nekem ilyen, milyen menza jellegű, tehát olyan ott, ott az az óvodában volt. Tehát ott volt, mert az értelemszerűen óvisoknak ovisoknak azért illik adni, de iskolában nem, otthonról szendvics. És az oviról van valami emléket, hogy mi volt a, vagy az annyira régen volt, hogy ki tudja? Paradicsomleves, az, az nagyon, az nagyon ezé volt, az egy nagyon menő volt, köménymagleves az előrületbe kérgettem utána anyámat, mert nem szerette csinálni, de hogy én nagyon szerettem kis kenyérkockákkal. Pedig az semmi, tehát hogy egy ilyen köménymagízű víz tulajdonképpen, ilyen barnás színnel, és uh, kenyérkockák. Tehát ennyi. Tehát, hogy az egy, de hogy az, az nekem bejött, meg a, a paradicsom leves, de az na, eszméletlen mennyiségű cukorral, tehát hogy én azt csak édesen voltam hajlandó. A második fogásnál, hogy nagy divat volt, az ilyen paradicsomos szószal nyakon öntött fasírt. Még mindig találni ilyet nálunk, ilyen, ilyen uh, nem túl szelekt, mint nálunk odált Romániában, tehát ilyen nem túl felkapott éttermekbe, hanem egy ilyen, ez a Nem a, gúr, nem a helyeken. <laughs> nem, nem, az a tálcatologatós, ami most is úgy néz ki, mint egy menza, de hogy nem iskolán belül van, de ott még mindig kapni ilyet, hogy, uh, hogy uh, kis krumpli uh, püré, és akkor mellé oda tesznek két ilyen, de ilyen óriás méretű fasír, tehát nem azok a pici kis elegánsok, hanem az a két, mint az öklöm akkor a fasír, és Paradicsom szószat, ilyen paradicsomos édes cucca tetejére. Ez, ez, tudom, hogy ez nekem nagyon bejött akkoriban. Tehát akkor, akkor ezek úgy az oviban ezek úgy mentek. Azt utána kikopott, tehát nem volt menzás élményem, csak az, hogy csodálkoztam, hogy mi az, hogy iskolában meleg kaja. Tehát, hogy miért, miért, van másnak. Igen, nekem nem. Kiderült, hát azért, mert ő bent lakásos, tehát, hogy csak nekik. Nem tudod, miből maradták ki. De majd most a elmondja. Igen, egyébként direkt azért kérdeztelek, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy nálatok ez, ez hogy volt, vagy volt-e, vagy milyen formában, és igen, jól sejtettem, hogy akkor nem volt ez ott jellemző. Hogy ne az ebéddel kezdjém, a klasszikus ilyen, nálunk tíz órai is volt. De ez várja, ez most mi? Ez most általános iskola? Általános iskola, aha. De kezdhetjük az óvival is, nekünk is ott egyébként standard. Hát figyelj, ha ilyen. van, ha van emléked, akkor nyomast, persze. Hát, borsó meg ott többnyire főzelékeket ettünk, krumpli főzelék. nekem ez dereng. Tehát, hogy én nem emlékszek hogy például, hogy oviba húst ettem volna így nagyon. Tehát, hogy így, ha volt, akkor szerintem fasírt, de ilyen bab, meg bableves, borsó meg ilyen, mit tudom én, bab, sárga borsó, ilyenekre emlékszek oviból. Ezek, amik megmaradtak jobban. Onna onnan nekem egyébként nincs rossz élményem így étel szintjén, tehát nem maradt meg semmi, nincsen semmilyen traumám, mert tudom, hogy van, akinek volt, mert mondjuk, mit tudom én, nem akarta megenni, de meg kellett tenni, de nekem ilyen nem volt. Általános iskolában pedig voltak nálunk 10 óraig, nem tudom, hogy neked ugye, hát szerintem mindenkinek, ugye ez a tej, kakaó és a kifli, ez nálunk úgy nézett ki, hogy volt, mit tudom én, a 30x fős osztályra, mit tudom én, 5 kakaó, és akkor volt még 30 tej, és akkor mindenki verekedett azért, hogy kakaót szerezzen. Meg és akkor mellé járt egy kifli. Igen, az, az klasszikus. Akkor, igen, tehát hogy ez, ez, ez nálunk klasszikusan alsó tagazatban volt, felső tagazatban szerintem már nem járt. Úgyhogy ez, ez volt a tíz óra, és akkor ebédre volt nekünk. Hát szerintem a többség azért be volt fizetve, de őszintén nem tudom felidézni, hogy volt olyan osztálytársam, aki mondjuk nem ebédelt nálunk. Tehát, hogy, hogy így nem jött le úgy értem, az étkezőbe, mert nálunk általános iskolában külön volt egy étkező rész, a földszinten oda le lehetett menni. Aztán aki, mit tudom én, jól lakott, az kimehetett az udvarra rohangálni, egyet -egy, játszani a, többiekkel. Aha, aha, igen, és egyébként lazán megcsinálták hát a többiek persze. is. Simán, ne viccelj, nem, nem tököltünk felnőttként van, hogy... aki ilyen arra, hogy jaj, most, most ejtőzők nem úgy van az. most egy, egy, kicsit, egy kicsi kávé, aztán még egy kicsit meg nem a szemgolyomat mozgatom, hát nehogy igen. már. nem, nem, bezabáltunk, azt mentünk rohanni ki játszani, aztán föl a, nem tudom, a következő órára. Bár erre nem emlékszem, hogy az hanyadik óra hány, két óra között volt a kajaszünet. Biztos, hogy dél körül, a gyerekeket dél körül küldték vájúhoz. Igen, meg szerintem úgy volt, hogy külön volt az alsó és külön a felső tagozatnak, tehát szerintem a, a egy osztályig azok szerintem 11 fél, 12 körül kajálhattak, és akkor a, a felsősök meg 12 után valamikor. Tehát, hogy itt csere volt, mert nem volt elég nagy a az étkező tehát nálunk például. Hát meg amúgy sem eresztették szerintem össze a felsőt, meg nagyon sok, tehát. Nem, nem, eleve külön, külön folyosókon tanultunk, tehát hogy nem ugyanazokon a folyosókon voltak az osztálytermek, mint a, mint a kicsiknek, vagy a nagyoknak. Az étkezünk az egy volt, meg az udvarunk is. És akkor azt így beosztották. A kajákra pedig így, nem tudom, visszatérve, nekem a kedvencem, mert én rettenetesen édes szájú voltam, az a piskóta csak ilyen tett el, tehát vagy a klasszik azt, azt, szerintem azóta nem is ettem olyan, olyan, jó piskótás, csokéntetes kombót, mint amit ott gyártottak. Néha lehet kapni egy-egy ilyen tálcás étteremben, ahogy, ahogy fogalmaztál, azokban szokták néha ilyet adni, az tök jó, én azt nem szerettem. Paradicsomos öntet volt, szintén ilyen, nem fasírtra, nem hát ilyen... Ilyen húsra. Húsgombóc, húsgombóc, meg, de, de, vagy sült Hús gombóc, gombóc. Meg, sült is volt, ilyen, nem tudom milyen hús volt. Igen, volt ilyen, olyan sima is. sült húsra ugyanez a paradicsomos trutyi meg valami csomos káposzta Igen. volt sokszor, arra emlékszem, az rettentő sok volt, tejbegríz, az olyan basic, sima tejbegríz, és akkor rá, vagy a fehé, fahé, vagy a, vagy a kakaó, mikor melyik, szerintem nálunk néha fahéj is volt, nagyon, nagyon, nem sok, de... Nálunk a kakaó volt maximum menő, és akkor, én akkor utáltam a tejet, úgyhogy mondtam, hogy tegyenek bele, bacsos, sokat, mert ne érezem a te ízét egy másodpercig se. <laughs> Ezek biztos voltak, szerintem még viszonylag sok főzelék volt itt is, tehát ilyen lencse főzeléktől kezdve mindenféle krumpli főzelékéneket azért kaptunk. De én nem mindent szerettem, például a húsleveseknél. Ugye általában két adat, ugye? Volt egy leves, meg volt egy főétel, jól emlékszem. Szám... Zömmel, zömmel igen, zömmel igen. Előfordult, hogy volt olyan, hogy azt hogy csak, csak úgymond effektíve főétel volt, mert hogy az olyan volt, de, de általában azért volt valami leves is. Aha, aha, jó, én is. Vizezett leves igen, tehát nem, a levesek azok nekem nagyon nem jöttek be, és azért ezekre az ételekre emlékszem, főleg mert ezek ízlettek, tehát hogy így a többi szerintem azért nem maradt meg, mert kitörölte a memóriám, ne kelljen emlékezni azokra az ételekre, valószínűleg nem ízlettek annyira, vagy, vagy nem estek jól, nem tudom. De a büfé pedig nálunk sem volt, ugye mondtad, hogy nálatok nem volt büfé, nálunk, én sem emlékszek, hogy nálunk lett volna. Mikor felsős voltam, akkor, mintha próbáltak volna kezdeményezni általánosban valami büfészerűt ott a konyhás nénik, de már deren. középiskolában nekünk már volt. Szerintem egyébként az ételek nagyon nem változtak a középiskolában és a gimiben sem. Tehát, hogy így arányaiban hasonló ételeket kaptunk, mint, mint általánosban. Vagy nem tudom nálatok, hogy volt. Hát so, figyelj, sokáig ugyanaz ugye a, a, junior volt szinte mindenhol, tehát ugyanazt, ugyanaz tette mindenki. Én jártam olyan magánsoliba vagy valami, mert lehet, hogy valaki abból járt, ott tök más. Hát hogy ott le lehet, hogy tök más volt, az állami, az állami étkeztetés az gyakorlatilag az egy kutya volt. Hát ugye azért, tehát nem vett le a mikorosztályunk, azért mondom István, neked ez a, ez a piskóta csak tette, és ez, 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 a, ez a klasszikus menza. Tehát hogy, és szerintem azt mindenki szerette. Tehát ha, ha, ha van, van menzakaja, amit, 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 mindenki szeret, az az. <laughs> igen, igen, abszolút. De ugye volt például a krumplis tészta, a káposztás tészta, ahol nekem mindig szólnom kellett, hogy ne tegyél rá cukrot. Káposztás tészta, hú, igen. Itt, itt, van Magyarországon ez a perverzió, én itt találkoztam vele először. <laughs> káposztás tészta? Nem, a cukrozott káposztás Ez számomra vállalhatatlan. Tehát, tehát tészta egy tök finom dolog, mindenféle cukor, ez a sósan. Tehát az egy, az, egy, az egy, mesés, nagyon finom dolog. Nem, nem, én, én, se szeretem, és hogyha ez szembe is jött, akkor mondom, törölte a memóriám szándékosan. Tehát, hogy az ilyenekre nem emlékszek vissza, mert úristen ne. Hát én a, a menzán találkoztam a cukrozott káposztás tésztával, valaki volt, aki a sajtos tésztát cukrozta, és számomra a, a pokol legbugyrábra való belemélyedés az a, túros csúszát cukrozva. Amúgy sem meg, de hogy cukrozva sem enném meg. Én, tehát, én hogy... azt mondjam, de hát a szalonnás, hát az ne hülyeség. Igen, igen, a só fel tudja javítani dolgokat a cukornál. Az is, tehát nekem, nekem például volt, volt ilyen perverzióm gyerekkoromban, hogy a töltött paprikát én nem voltam hajlandó megenni, csak cukrozottan. Azt az szerintem vállalható, mert az kell. Én, én, is teszem most, rá. Most nem bírnám. Tehát én most az csak, csak ugyanúgy, mint a töltött káposztát, csak sósan. Tehát, hogy én abban ne legyen minimális cukor van a paradicsom lében, mert más a, más a lémivel nyakon van. Nem, de én úgy, hogy én, tehát én szépen kiszedtem paprikából, így a tányéron így ellapogat, és utána vastagon beszór cukor. Az már azért extrém, az már úgy nem, most elvettem el Tehát az én, étvágyamat. úgy, én úgy ettem, és el nem tudom képzelni ezt, de hogy csak úgy voltam hajlandó megenni. A kimia meredek kajákat evett gyerekként. Felfordul a gyomrom tőle a gondolatától is. Min, én mindent, én mindent megettem. Például emlékszel, hogy utána mondtad ugye, Mila, a paradicsomos káposztát, vagy vagy, vagy István, nem tudom kötök mondta. Mila mondta, nem, én csak bólogattam, igen. Tehát a, a paradicsomos de az is, az is, az 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 is az az édes volt a menzán. Édes tehát, kés. Hogy... Hát, igen, jó, édeskés. Édes de, de, nem, nem, nem a sós, hanem inkább az édes betendált. De én gyakorlatilag a betonfőzeléken kívül mindent megettem, nem tudom, nektek mondd el valamit a betonfőzelék. A... sárga borsó Tehát az volt, mi azt hívtuk betonfőzeléknek, mert az a... Színre? Vagy meg állagra? És, igen, a színe nem, a színe sárga volt, tehát, tehát, de állagra, tehát ez, oda cseszték, és szerintem a tányért, hogyha kicsit nagyobb a csapsz vele, eltöri. Tehát, hogy, tehát hogy, és az volt, azért, volt nekem, azért volt nekünk fura, és ezen mindig elmélkedtünk gyerekként és hogy hogy van az, hogy mindent felhigítanak a retekbe. Az ivólé, ugye klasszikus, a barackos ivólé. Az Igen. is ugye vízezet volt, mint az állat, és az alján, amikor végre eljutottál az aljára, akkor ott láttál valami ö, gyümölcs, hús hússzerű maradványt, ilyen rosszerű maradványt, nyomokban rostot tartalmaz, tehát az halára volt vizezve. De hogy az a rohat majdnem mondtam, milyen betonfőzelék, ugye, amit ők, ugye sárga borsó főzeléként prezentáltak, hogy az, hogy a tökönbe volt mindig olyan tetves mód sűrű, és ehetetlenül rossz. Én nem voltam egy válogatós fajta, mert én tényleg én mindent tettem, állni és voltam, tehát ennem kellett, mert külön ez a mai napig így van. Az valami rettenet volt. Nektek nek sárga Nincs? Nem menzás sárga főzelék? Mondom, nem mondom, nem, nem, dereng, de tényleg, tényleg, nem akarok emlékezni a rossz élményekre. Én nagyon szeretek enni mai napig. És, és... De ezért én már röhögök, tehát nekem ez nem sokkal. Tehát... tehát... hogy, de ez, igen, persze megértem, tehát hogy biztos, hogy, hogy voltak ilyen élményeim, és, és nyilván én se értettem, hogy ez hogy kerülhet asztalra, meg én nagyon sokszor agyaltam azon, hogy a tanárok mit esznek. Ugyanazt. <laughs> Tehát ők mit kapnak? <laughs> Ugyanazt, maximum, maxim lehet, hogy kevésbé higítják nekik, illetve nagyobb adagot. A repeta, meg az ilyen. Az a repeta, igen. igen Na a... most mondtad, hogy egy mai étlapost, én megnézem neked, megnéztem neked, most itt van előttem a márciusi, nálunk aktuális márciusi étlap, és akkor így lehet párhuzamot ott van, hogy hát, ha jönnek fel emlékek. Tehát például március 1 pénteken karalábi leves, vadas, marhatokány spagetti. Tehát, hogy az, hogy vadas marhatokány nem volt a menza időszakban, az büdös élet, hogy nem. Tehát az... Spagetti az volt, minden, ilyen, ilyen, ilyen hagyományos módszere, de, de vadas marhatokány és karalábeleves biztos, hogy nem volt. Nem tudom, nektek van-e? Ugye, hogy nem? Biztos, hogy nem voltak ö, ilyenek. A tojásleves az volt, ugye, a köménymagos leves. Az rettentő sokat volt, igen, tojásleves, az, az, az szinte mindig. Azt mondjuk szerettem arra, azért is emlékszem, mert az, kává, az, az egyetlen leves, amit meg. Meg nagyon sok szó voltak ezek a híglevesek, amik, amik hát a fene tudja, minek készültek alapból. Igen, ugye. petőfi, minek nevezzelek. Igen. Vagy ahogy ugye volt a másik, a fradi leves, a mindent bele, hogy... hogy, hogy... Igen, igen, igen. Um, Tarhonyás hús volt például, amire emlékszem, az finom ta, volt. És a klasszikus tarhonya, amikor említsz. voltak benne, az az, az etnikai, etnikailag is rendben voltak, igen, mert igen, voltak a nagyon igen. fehérek, a nagyon sötétek és a barnák. Piszi, pisz, mindenből volt, rengeteg. Igen. Tehát akkoriban erről odafigyeltek, figyeltek, hogy, hogy, hogy mindenből volt, minden tarhonyás színű a... volt. Paradicsomos leves is volt biztosan nálunk. Az is volt egyébként. Betűtésztával. Betű betű -tésztá, betű betű lehetett vele játszani. ki itt és is mindenféle hülyeséget? Uh -huh. Persze, minden, mindent kiírtunk meg. Összeolvastunk minden belőle. Hétfőn például tárkonyos sertés raguleves, gránátos kocka, csemegoborka, gyümölcs. Na most tárkonyos sertés ragúleves, hát én nem tudom. Vagy lehet, hogy nem hiszem, de én szerintem, szerintem már alapból a tárkony nem merték belerakni. A tárkony nem ismerték akkor valószínűleg. Tehát, hogy Gránátos kocka ki van. ki van zárva. Hát uborka meg gyümölcs az néha volt. Igen, ilyen mit én almát adtak a végén, vagy ilyesmi, az így volt így plusz desszertnek esetleg. Alma szokott, banán, talán, bár az nem nagyon, Á, narancs az talán, de... Narancs, még télen, igen, hát szezonálisan ugye, mikor mi, de ilyen eper, vagy ilyesmi málnat, az nem, nem voltak ilyenek, a alma meg a, meg a narancs, az mandarin, Szerintem még az, az volt, még... Volt, volt amikor néha csokit. Az lehet, hogy karácsony, meg ünnepekkor tudod, húsvét, mi, mikulás. Ha valami, valami, valami piros betű volt, akkor néha volt, hogy csoki, és akkor... Onnan tudták volna, hogy mikor más ja. Na mindegy, szóval... Ha volna, a... akkor gyakrabban jött volna a csoki. És sajnos nem elindítotték. Nem, nem, de minden, nagyon szívesen lettem volna csokit akkor, amikor ez volt. Én amúgy is sok csokit eszek, Én is. voltak mindegy. Erdei gyümölcsleves, rántott harcsafilé, filé, karottás is, tartármártás. Na most az erdei gyümölcsleves oh szerintem az nálunk csak nagy gyümölcsleves volt az azzal a vagy tejfőle, vagy a jöjjék tudja mivel felütve. Rántott harcsafilé filé. Eh, hát harcsa. Szerintem, ha hal volt, akkor maximum a, a, az a kis rudacska, ha volt, de az is szerintem yeah. ilyen yeah. egyszer. Igen. Karottás jázmér is. Simar is, he. <laughs> tehát... Igen, fehér is. Nem kellett túlvariálni, tehát répával, vagy nálunk még a borsó volt, de ez is inkább otthon, tehát nem a menzára. Az, az a, a fajta rizs, amit, amit úgy fogták egy a merőkanálból, kiszedték és felvette az alakját. Igen, tehát. igen, abszolút, igen, 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 Nem ez a pergős, nem volt divat, hanem ez a... Ez a rizi igen. Igen, ez a csontszáraz, ahol még a borsó is olyan szárazott, hogy, hogy szinte rob, hogy kopogott, hogy rágtad. De az a gyerekként nekem az is jó volt, meg kaja. Igen, igen, tehát ha ehettél, amikor már éhes voltam, már mindegy jó. Daragaruska, volt, daragaruska leves, székelykáposzta, árpa gyöngyel, teljes kérdésű kenyér. Hmm. Oh my god. Tehát hogy a székelykáposzta, azt tudom, hogy volt, hogy se árpa, se gyöngy nem volt benne, az biztos. Hát a... a, a, a teljes kérdésű kenyér az nem a fehér kenyér, ha volt, ugye, bár nem, nem, hiszem, hogy ehhez adtak be. Lehet, hogy oda csesztek a tányér szélére egy szeletet. Hát azért a káposztához. Nem káposztához. Már, hozzá, igen, hozzá. meg valamit jobb, ha nem eszel kenyérnél. És a daragaruska leves, az szerint, hát nem tudom, mondjuk az jó, mert azt lehetett higítani akkoriban is. Tehát akkorban a leves mindig higítva volt. Hagyományos húsleves, csak annyi, hogy nem tészta volt benne, nem daragaruska, nem? Csütörtök, sajtkrém, leves, leves gyöngyel. Csirkemel csikok, jó asszony módra, kuszkusz. -kusz. <laughs> Kusz -kusz. Hát érted, nem tarhonya, hanem kuszkusz. -kusz. Majdnem ugyanaz, csak... Mennyi most a habi menzakaja? Tehát lövésem sincs, mert megnézem, ha nagyon akarod. Na, akkor lehet, hogy az bejárok. Nem tudom, nekem a lányaim évekig panaszkodtak rá, hogy így szar, meg úgy szar a kaja. itt nálunk nem rossz, én nem tudom. Hát a szülői koszthoz képest. De, hogy, de, hogy ezt, de ezt, hogy értitek, hogy tehát ezt, hogy így, így el tudjátok képzelni, hogy ti, főleg most te nyilván, Mila, mert hogy neked ebből nagyobb a, a, a rutinod, hogy ez úgy ki volt írva, hogy bementél mondjuk általános iskola harmadik tagozatos voltál, vagy mondjuk hatodikos, és akkor a konyhás néni mondta, hogy kedves Katalin, öm, a csirkemelcsikok jó asszony módon ez ma kusz <laughs> Tehát, hogy... <gül> <gül> Nem, ki voltak téve a fali de ugye, hogy, de Jó, de hogy te láttál, te egyáltalán Hasonló. Tehát hogy nekünk tényleg az abszolút, tehát, mert, mert ma már ugye vannak mindenféle szabályok, hogy hogy, hogy, hogy benne kell lennie mindennek. Tehát nekünk, nekünk oda oda volt rántott hús is egyéb iránt. Volt, meg te, sajtos tészta igen. szerintem az is volt. Egy szabály nincsen manapság, az, hogy finom legyen. Tehát hogy amennyire én hallottam, tehát hogy az valahogy a, a, az ízével van a leginkább baj, nem az, hogy mi van benne. Meg gondolom a minőségi hozzávalókkal is. Tehát... Valószínűleg hiányzik az is, igen. Meg a hát volt időszak, amikor tudom, hogy az volt az intelem, hogy egészségesnek kell lenni, ugye ez a reform. És akkor ugye akkor a gyerekek, meg a szülők is elkezdtek háborogni, hogy hát tök jó, hogy most akkor bio, meg hogy akkor mostantól fogva fotoszintetizálva eszünk, de hogy a gyerek nem eszi meg. És hogy akkor erre kellett volna kitalálni valamit. Én most nem tudom, hogy ez az étlap, amit itt én most olvasok nektek, ez ugye mennyire átlagos, vagy mennyire nem átlagos, de én úgy hallom amúgy, hogy, hogy akik ott tesznek, azok nem panaszkodnak. Szerintem függ a, a főzés módjától, tehát nem annyira a, az étel maga, hanem az, hogy hogy van ez az étel elkészítve, azon, azon nagyon sok múlik. Tehát, hogy volt e iskolája lányoknak, tök hangzatos volt, és éhesen jöttek haza, azt mondták, hogy ehetetlen túlsós, túlszáraz, nem, nem Tocsok jó. Valamiben. Igen, tehát, hogy és akkor sokszor, sokszor, ez a probléma. Igen. Papíron jól hangzik. Igen, ez már mi is tapasztaltuk középiskolában, én legalábbis tapasztaltam ott, ahova jártam, gondolom, az is egy standard helyről rendelte, ahogy a legtöbb. És né néha már annyira lehetetlen volt, hogy konkrétan egy, nem is tudom, szerintem harmadikos lehettem, amikor annyira megelégeltem ezt a dolgot, hogy ilyen ehetetlen ebédek vannak <kül> a az egyik nagyon jó barátommal, aki, aki szintén ö, velem tartott a középiskolába, és már általánosba is együtt jártunk, hogy, hogy nem fizettünk be. Azt mondtuk a szülőknek, hogy befizetjük a pénzt, de nem fizettük be a pénzt, elköltöttük mondjuk mekire, vagy valami más hülyeségre, amit nagyon szerettünk volna éppen abban a hónapban. Gyorsan ment vele a lóvé, de igazából inkább vegetáltam azzal a tíz órai kajával, amit magammal vittem, és akkor vittem egyel több szendvicset minden nap, és azt, azt zabáltam vagy nem ettem, mint hogy megegyem azt, ami, vagy, vagy kiadjam a pénzt olyasmire, ami tényleg elhetetlen. egy héten, ha egy kaja jó volt a két fogásból, akkor már sokat mondtam, és tényleg nem láttam értelmét. A haverom az azt csinálta, hogy ő leült, és hogyha olyan kaja volt, amit szeretett, akkor a, mondjuk a maradékot azt így elkunyizta mindenkitől, és összeöntötte, és megette. Tehát ő ilyen szempontból nem volt finnyás. Ő, ő így 5-6 levest összeöntött, abból lett egy tányérnyés. éhesen ember nem tett, válogat, hogy tartja a bölcsöndet. így van, tehát hogy neki ezzel nem volt probléma. Én, én meg nem is mindig ettem annyit, meg volt büfé, tehát hogy akkor ki tudtam hozni mondjuk egy rántos húsos hus szendvicssel, toltak egy olyat, vagy valami, és akkor én azzal már jól laktam, de inkább nem fizettem be, annyira nem, nem volt tehető. Húsgombós leves mondjuk az oké, okay. Főtt tojás, paraj, főzelék, az mondjuk volt, csak nálunk akkor még spenótnak hívták. Főtt burgonya, fél adag gyümölcs, tehát ez mondjuk klasszikus menzáskaja a, a spenót, krumplival, meg egy tojással. Az nekem egy sóska és spenóz is, nekem az mindegy volt. Tehát a, igen, azok klasszikusak. Akkor utána most van ilyen például zöldség és gulyás, leves, teljes kérésű kenyér. Uh -huh máktöltelékes nudli gyümölcs. Hát ők az a mákos a mákos nudli. Az néha nudli volt, de inkább a tészta volt. És most milyen jó, hogy eszembe jutta, ezért jó, hogy olvasom ezt a, a mostani mezet, mert eszembe jutott a másik kaja a betonfőzéken kívül, meg ki lehetett kergetni a világból, az a grizes tészta. tészta. Nem szerettem a grizes tésztát? Nem szerettem. Gyűlölöm. Gyűlöl. Gyűlöltem. Tehát a grizes tészta az a számomra megmagyarázhatatlan dolog, hogy ott a tészta, rátesszük a grízt, akkor lesz tőle ilyen fűrészporos szar, és akkor tegyek rá lekvárt, meg porcukrot. <laughs> én azt is szerettem, hát, nem én azt az szerettem. ízléseken nem vitatkozunk, mert... mert Persze. De én engem, tehát, tehát én, én, tényleg ez volt az, amire az már azért megettem, mert hát éhes a gyerek, tehát nem, de... de... <laughs> nem, tehát, hogy ez... És ma, ma, már nem vagyok hajlandó, tehát nem. Fúj. Nálunk ez nem dívott, nálunk ez dióval dívott. Tehát a tészta, ugyanez a ilyen széles metélt, vagy valami és akkor darál dió, és akkor arra, arra a lekvár vagy a, a, cukor, az úgy igen. Hát az se volt a kedvencem, mert nekem ez a, ez a, ez a lekvárral a tészta, ez mindig a halálom volt, de aztán ugye később jött hogy a diós után a dejós, ugye az a műdió kategória, és azt hittem, hogy csak elírták, én hülyeztem. <laughs> <laughs> megtudtam, hogy hát igazából az már vattó nem dió, úgyhogy felejtsd el. Hát mondom, ez, 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 a kettő nekem mindig ez egy ilyen halál volt. És köz a viccek közben próbálok általános iskoláról is találni ö, menzát, de annyira jó, meg össze vannak rakva az iskolák honlapjai, hogy minden étlap error 404. Tehát... <laughs> <laughs> Úgyhogy haladunk, haladunk, a, haladók akkor, ami viszont már megvan. Paradicsom levesbetű tésztával, igen, ennyi. Tehát klasszik. klasszik. Kaja. És akkor sült csirke, kukoricás rizs, Hát szerintem azért az volt maximum a kukoricás rizs, az most így nem rémlik. Lehet, hogy az is volt. Vagy rizibizi volt helyette, tudod? Tehát, hogy... Aha. A kukoricás verzió nekem sem Akkor Akkor májgaluska leves, arra emlékszem, az volt. Igen, az is fő volt így a retekben. Azt Pincepörkölt, teljes kérésű kenyér, vegyes vágott savanyúság. Hát, hogy pincepörköltöt velük nevetettek so az hétszentség. Szerintem a slambúc volt. <laughs> de hogy... Akkor karfiolleves, az szerintem volt. Mexikai pulykaragú bulgur. Na, az közel nem volt. Tehát nálunk a, nálunk a köret az, ugye, az, a krumpli volt, rizs, tészta, meg ezeknek valami szerelem gyereke ennyi. Tehát, hogy nem volt ilyen, hogy... hogy... Néha törött krumpli volt. Hát az is krumpli. Ami, amihez hozzá, nem? Tehát, hogy ilyenek, de ilyen bulgur, meg mit tudom én, ilyenek nem Egyszer volt. belefutottam, emlékszem, hogy olyan, olyan krumpli pürébe, ami nem krumpliból volt, hanem porból. A legtöbb helyen nálunk csak azt lehetett találni, tehát hogy az egyetemi menzán is, tehát hogyha a krumpli az por. Nem, 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 nem vélte vagy ilyen pici, tehát. Ez ilyen egy... instant, instant, uh, instant krumpli, tehát, hogy, és lehetett kapni a boltban is, tehát én tudom, hogy emlékszem, hogy de mi várj, mes... az, De igen, azt tudom, csak hogy azt még fel is higították, tehát, hogy vizezték. Hát valamivel össze kellett keverjed, tehát... Igen, csak az, az... az volt, hogy vízizi homokot ettél, és ha. valami a fogad alatt így... <gül> <gül> no, de várjál, világ, mert tudom, jön egy... egész jókat lehetett kapni. Jön egy klasszikus lebbencsleves. Ezek az éneket nem. És akkor erre jött ugye a zöld borsó főzelék sertés és akkor itt már teljes kérdésű kenyer az nyilván már nem. Szerintem a zöld mellé nem adtak kenyeret. Nem. Ugye? Nem ahhoz nem. nem. Akkor tavaszi zöldségleves, ugye az a minek nevezelek, vagy a fradi leves, bármely kiadása. Paradicsomos halas penne. Amúgy annyira nem magzik jól. <laughs> szóval lehet, hogy ez finom valahol, de... Amúgy nem. Menz nem tudom elképzelni, hogy ez jó lehet. Póri hagyma, krémleves, zsemlekocka, rakott burgonya, gazdagon, csemege, uborka. Félk, volt rakott krumpli, én nekem nem rémlik. Valami rakott kaja volt, de nem rakott krumpli Rakott was, kell, tehát. vagy valamilyen izé Igen, volt. Igen, inkább Meg az. Meg krumplis az. tészta. Igen. Azt mondjuk szeretem. De rakott krumpli nem rémlik, hogy lett volna, az túl drága, hát csomó minden dolog kellett. Hát azért az... Persze, ne viccelj, kolbász. Nem, hát még ha nem is, de hát tojás is, krumpli is. Izé... Azért... Tojás, arról nem beszélünk. Hát ez, nem úgy van. Meg azt, az nehéz úgy, hogy tudod, az ilyeneket mindig úgy csinálták, hogy ilyen nagy mennyiségben gyártották le, tehát, hogy, és ne lehessen úgy kikalkulálni, hogy konkrétan ez hány gyerekre jó, tehát, hogy így... Azért konyhás, konyhás nélkül mindig jutott azért. Persze, persze. Meg, meg mindig, meg, meg akit kedveltek. Az, az a a Úgy, megpakolt szekkerrel, vagy majd szakadt. Igen, ja. ők, akik kedveltek, azért ha... repet, volt, de, de hát igen, na. Tehát én is emlékszem az, amikor azért a konyhás négy, amikor ismertek, meg szerettek, akkor az a repetát azért oda zélték, ha, ha, úgy volt. Csurgatott tojásleves. Sajtmártásos csirkeragú, párolt rizs gyümölcs. Hát a sajtmártás nálunk nem volt, az biztos. Biztos, de amúgy ez is olyan, olyan ami jól hangzik, de ha rosszul csinálják, meg ehetetlen. Hát ez tehát mindenre Ezeken igaz. hallom amúgy, amik... Tehát, hogy így, de van olyan kaj, amit nagyon nehéz elbaszni. Tehát, hogy van egy pár ilyen. Például a jó, bakonyi betyárleves. A... <laughs> Az mi? <laughs> Igen, tehát, hogy... És akkor itt jön, amit mondtál, reform piskóta kocka erdei gyümölcsön. Tehát akkor a, a, a régi klasszikus Lisből készült csoki öntetes piskótából, ma már reform piskótakocka van, egy, -egy gyümölcsön Nem tudom, milyen lehet egyébként, de, de hát a fene tudja. És akkor itt véget is értem, van még vegyes gyümölcsleves, bortos és tokány, szarvacska tésztával, vitamin saláta, szerintem nálunk csak szimplán csalamádénak hívták. <gül> Igen. Tehát, <laughs> Tarhonya leves, na az mondjuk talán volt. Bár az, ebbencslevesnek uh, a light verziója. Azt akartam mondani, hogy ez nem sokban különbözik a lebench tehát egy kis tészta híja aztán. Lencse sült kocka, sonka szelet, teljes kérési kenyér, gyümölcs, tejfölös zöldbableves, rántott borda, jázmír is. Tehát, hogy... De nálatok az divat volt akkoriban, bocsánat, 90-es évek, hogy minden nap ebédre biztos, hogy hús van. Nem, hát a izébe például a, a, a rohadt grizes tésztában hol volt a hús? Mert hogy itt, amit felsoroltál, itt én nem tudok, tehát én a gyerekeim mióta iskolába járnak és menzán esznek, mert ők is ott tettek, hogy ott tesznek még mindig, nem tudok olyat, hogy ne lett volna minden. Néha-néha van az, hogy valami édes, tehát tudom is, én palacsinta volt a második fogás, hogy ne legyen hús, de hogy azon kívül a, legalább az öt napból minimum négy nap húsos az, az ebéd. És én azt úgy emlékszem, hogy a 90-es években nekem a gyerekkoromban ez nem volt divat, hogy, hogy hús teszünk, ha lehet reggelire is ebédre is, és meg vacsorára is. Főzelékek voltak sokszor, tehát, hogy nem voltak ilyen, vagy ilyen rakott dolgok, amikből nem volt betéve hús. Nem volt Igen, igen kis tojással, tojással, a főzelék, tehát, hogy abszolút nem, nem hússal, meg nem fasírtal, hanem, hanem egy kis tojással. Igen de az, hogy Bieslivel, vagy ilyesmi, nem, nem, nem volt jellemző. Az, az ritka volt, és akkor örültünk is, ha mondjuk így kaptunk valami húst mellé tényleg, ami... Talán úgy emlékszem, hogy talán a, a, a volt valami, talán Bieslivel, vagy valami ilyen... Szerintem az a krinolin, vagy mit tudom én, vagy nem tudom, mit tettek bele, valamit, Meg ami... Meg néha pörköltet tettek rá, így egy, egy ilyen... De várjál, ég ég el, olyat lehet, sár. hogy tettek talán a, a borsó főzelébe is talán néha, nem? Igen, azt lehet simán, tehát, hogy ilyenek, ilyen furcsa kombinációk voltak. De nem persze, furcsa, ez de nagyon ritka. Úgy <laughs> finom, de csak azt akartam, hogy nem jellemző, hogy mindig hús. Nem, nem volt ennyi hús szerintem. nem, 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 érzésükben. nem. nem. Ugye általában mi volt a vacsora úgy, úgy nálatok, úgy otthon? hogy volt ez a vacsora, mint olyan, hogy ez most akkor, hogy evett az ember egy izét, és szelet, hogy hívják ott, vajas legváros kenyeret, aztán mennyi fiam aludni. Tehát, hogy körülbelül, én legalábbis nekem ezek, ezek rémlenek, hogy így vacsorára nem volt ez a meleg kaja, üljünk le, mit főztél vacsorára? Nem, nem, nem. Igen, nálunk sem, mert nekem, nem tudom nálatok ez pont hogy volt, de nálam a szüleim három műszakban dolgoztak. Ez azt jelenti, hogy mikor az egyik elment este dolgozni, mondjuk ilyen 7-8 körül, akkor a másik még nem ért haza, és így váltásban cserélték egymást, és így, tehát, hogy mi olyat, amikor én gyerek voltam, soha, szinte soha nem ettünk együtt, mert hétvégén is dolgoztak ugyanilyen váltásban. Tehát én nekem ez, hogy családi ebéd vasárnap, nekem ez sincs meg. De nekünk nem voltak ilyen közös karácsonykor ettünk együtt, meg húsvét. Azért emelted ki meg ez a mázzal a karácsonyt. Igen, és nekem ezek tényleg azért szép emlékek, mert konkrétan nem volt jellemző ez, hogy együtt tehessünk, mert nem úgy dolgoztak a szüleim, ugyanazon a helyen dolgoztak egyébként, azért mert hogy úgy, úgy, kérték a beosztást, hogy bár cégen belül voltak, de nem, nem, nem. egy részlegen, és akkor így meg tudták oldani, hogy váltásban legyenek, és ez szerencsére akkoriban még ilyen fontos volt tényleg, és előre vették, hogy igen, ő Férjes feleség, van egy gyerekük, muszáj váltásban dolgozniuk. Úgyhogy emiatt nekem is ilyen lekvároskenyér, vagy tejbegríz, bármi olyan, ami gyorsan meg lehetett csinálni. Már anyám hazaesett a délutáni műszakból. Örült, hogy él. Vagy mielőtt még elment dolgozni, még valamit gyorsan összedobott nekem, hogy ne halljak éhen, azt mentál. Tehát, hogy ezért volt jó, hogy volt menze, mert gyakorlatilag erre támaszkodva kaptam a főételt is. Mert a hétvégén is, ha, vala, ha volt energia, akkor megfőzött valami, komolyabb kaját, de ilyen extrém, háromfogásos, hús, leves, izé, főétel, desszert, az esélytelen volt nálunk, volt egyfajta kaja, azt tette Azt képzeljétek el, hogy főleg a középiskolában, ugye nekem volt csomagolva, tehát volt szendvics, akkor ettem a menzám, vagy éppen már be voltam fizetve, vagy azért, mert éppen lútoltam mindig, és bejutottam. Majd amikor hazaértem, ettem ugyanúgy melegített, mert anyám főzött ebédet, és még én vacsoráztam is. Srácok szerintem többet esznek tiniként, én azt gondolom, mint a csajok. Hát és sokat ettem nagyon. Bár nők is, a csajok is ugye növésben vannak olyankor, hogy minden, de én azt vettem észre, hogy a férfiaknak általában nagyobb élelemigényük van ilyenkor. Ez oké, okay, ez, ez, egy hormonális dolog, szerintem ez nőknél ritkábban amúgy, hogy, hogy ez megtörténik abban az időszakban, a srácoknál ez tök oké, és az is, hogy mindent minden összehesszel, tehát hogy olyan dolgokat, nem tudom, hogy ti mi, mi, te, miket ettetek, de nekem voltak, az azt sem csináltak ilyen a szendvicsbe a chipset, meg a rá a mustárt, meg a tojást, meg a nem tudom. Figyelj, én az ilyen izéken a Sprite-ot, kólával, tehát mindent, az üdítőket is összeöntöttem, minden, nem variálunk itten, tehát persze, hát a... a tehát ez, sőt, egy helyre megy. Be, hát sőt, ugye amikor mondjuk vitamin gyerek voltam, és akkor otthon voltam, és ugye ez a, ahogy mi hívtuk, ránk az édesség hiány, ez, egy, ez, klasszikus. És akkor hát mi? És akkor volt, hogy akkor mit tudom, én, kakóba, akkor háztatási kekszet bele darált. hogy tehát valamit beletenni, legyen valami, ami, 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 amit eszel. Tehát nem voltak ilyenek, amit találtál abból. Tehát volt hogy, volt, hogy haverommal éhesek voltunk, és akkor mi volt otthon? Tészta, ketchup, kecsöpös tészta, kész. Hát most ez van. Hát az... Én ettem, te üzé, kakaós tésztát, az volt itthon. Dobtam rá kakót, izé, kicsit megmelegítettem, jó lesz, ráolvad, csak oké, okay, toljuk. De hogy István kérdésre válaszolva, vacsora az általában hideg kaja volt, kenyér felvágott, sajt, azt ennyi, tehát én a lekváros kenyeret nem, tehát nekem a, a lekvár az, az tehát hogy alapvetően én, én a kenyére nem teszek édeset. Tehát se, se mézet, az még ráadásul úgy, hogy teszel alá vajat, és úgy teszel rá lekvárt vagy mézetet, nálam a, 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 világból ki lehet kergetni. Tehát, hogyha ha nagyon nagy a baj, akkor én kenyére se tudok ilyet tenni, de az, hogy mi vajjal, hát az úgy nem. Ez esélytelen. István ez, azt, hogy volt? Ilyen, akkor otthon ettetek, akkor ugye gondolom ilyen meleg vacsorát, nem? Ha a suliban ugye a szendvics volt. Igen, volt, délután, délután volt valami, igen, tehát hogy ez a, ez a suli után, mert hogy, tehát addig, ameddig alsó tagozat, az azt jelenti, hogy 4 órát voltunk. Tehát a 8-tól 12-ig azt itt jönni a picsába haza, akkor otthon volt előző napról ebéd vagy főtkaja, amit anyám ott hagyott, szeddelő magadnak, melegítsd meg. Vagy volt olyan, amikor, amikor majd olyan suliba is jártam, ahol nem volt elég osztályterem, sok volt a, a, gyerek, és akkor váltásba. Tehát, hogy volt, hogy délutánosak voltunk. Tehát, hogy volt az egyik osztály, az ment 8-tól 12-ig, a másik csapat ment 12-től, vagy 1-től egészen, 12-től 4-ig, tehát úgy így jártunk. És akkor délelőtt, mielőtt elmentem, ettem valamit otthon, melegítettem valami kaját, és utána úgy mentem el. És Gimiben pedig, tehát a felső tagozatból ilyen 6-7 órákat csináltunk napi szinten, és utána keveredtünk haza, tehát a reggel 8 délután után 3-ig, és utána hazamentem, és amit ebben találtam, vagy amány megvártam, míg anyám még, anyán, még és akkor egy kis meleg kaja, és körülbelül ez volt de nálunk se volt jellemző ez a vacsorára is meleg étel. Tehát valahogy az a vacsora, meg az a délután az összemosódott valamilyen szinten. Tehát ez a délután ilyen 5 óra felé valamit ettünk főt kaját, azt akkor esetleg még, hogyha este 9-10-kor az ember, rám mindig rám jött, akkor kerestem valami, valamilyen lájtosabbat. Egy kis fél disznót. Na jó, nem lájtosabbat, hanem igen, 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 tehát bármit, amit kenyérrel meg lehetett tenni. <laughs> Almával próbáltátok valaha? Bocsánat, zsíros kenyeret. Nem is fogom. Nagyon jó. Próbáltam. Nagyon jó, és főleg... De Mila, ugye mondta, a klasszikust ugye még az iskolában, ugye voltam akkor uzsonna, és ott például volt az a zsíros kenyér hagymával, illetve a mézes kenyér, amit szintén elcsesztek az, hogy megvajaszták Nekem azzal sem volt bajom, de de, de de mondtam, hogy én édes szájú vagyok, tehát hogy édes. Ja, oké, csak akkor minek kell a vajat tenni? Ja, ja, Sokkal értem, jobb értem. az íze tőle. Értem. Kiemeli az ízét. Ha, te mondod... a gyerekeim is évekig um, nem ették a, a legvároskenyeret, csak úgy kenyér, és akkor rá a lekvár. én mindig vajjal, és rászoktak. Tehát ő most már a kisebbik az, aki lekváros legvároskenyeres, de ő is, ő is csak vajjal hajlandó. Tehát, hogy... Én is szoktam így legvároskenyeret van. tehát ez nem, nem, jellemző, hogy éneket tegyek. Mostanában már nem, gyerekként sok ilyet tettem. Amúgy édes dolgokban is jó sót tenni, mit, mondjuk én nem próbáltam még ide, mit, én mindig mondják, hogy... Kell, minden süteménynek a receptjében benne van. Hát azt nem, persze nem, nem az a cél, hogy érezd a sót, hanem hogy kiemelje az ízt, abszolút. Ah, és még kise tértünk az édességekre, hogy 90-es években milyen édességek, meg, meg ilyen üdítők voltak. <laughs> ja, mi nem üdítő, mi nem nagyon üdítőztünk. Nem, tényleg? Nem. nem Mikor így, mondtátok, hogy... hogy mit kevertetek mivel, akkor eszembe jutott, hogy mi is kevertük, de hogy a, a vodkát a sörrel, tehát hogy én a, nem hogy... Kell, ezt, nem kell, ezt nem kell, mert lesz, lesz egy olyan részünk, ugye, ahol a, egész pontosan a következő részben ezt e e e e e e simán fel tudjuk fűzni, úgyhogy euh, Mila, nagyon jó. Én csak akartam erről még beszélni, de semmi gond, mert ezt fel tudjuk fűzni a következő részben, mert hogy a mostani rész végéhez értünk gyakorlatilag, de már most Mila megígéri nekünk, hogy hogy akkor beszélünk. Gyerekkora a koktéljairól. A Gyerekkora koktél, mert hogy a retrózaválók tizedik részében szórakozni fogunk, és hogy a szórakozásról fogunk beszélgetni, házi bulikról, tehát innentől fogva azt gondolom, hogy ez hibátlanul beleilleszthető, ja, de vért ki a tévedet. Teljesen jó. Megoldottuk, gyakorlatilag a dramaturgia mindent megoldottuk szerkesztésileg. Én köszönöm nektek, hogy együtt ettünk, bár én már a éhes lettem egyébként ettől. Még, még, még a betonfőzelék hallatára is teszem hozzá. Én Farkas Katalin, Mila Mogyorosi István és minden kollégám nevében megköszönöm a megtisztelő figyelmeteket, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, hogy a hibőzenetek azért vannak, hogy elolvassuk őket. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég az időutazásból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.